tolom előre a karomat, húzom hátrafelé a lábamat, és ugyanakkor nem engedem, hogy a derekam lesüllyedjen, tehát van egy felfelé irányuló mozgás a plafon felé a derekamnak, de ez csak kicsi, ez egy óvatos mozgás, tehát nyújtom előre a kart, nyújtom hátra a lábam, ez a kettő egyszerre történik, csak nem tudom egyszerre mondani, és a derekat pedig, mint egy akadályozod a lecsúszásban, hogy a gravitációnak megadja magát és leessen a derék, úgyhogy egy icipicit a plafon felé. Nyújtsd a kart továbbra előre, a lábad hátra, a derekat pedig a plafon felé. Egy sima alkartámasz, vagy ha az alkartámasz sok, lehetséges, akkor csak tenyértámasz, mindegy. Az a lényeg, hogy oldalra vidd a karod, a fejed, a törzsed. Jó, másik irányba is. Mindegy, hogy alkar vagy tenyértámasz. Arra kérlek, hogy a fejtetőt mutasd meg a szőnyegnek, mellkast mutasd meg a plafonnak, és ha az ellenkező oldalon az ülőgumó föl akarna emelkedni, akkor azt próbáld meg vissza. Hogyha van egy stabil, erős deréköv, akkor a csigolyákat ez gyönyörűen kinyitja. Rengeteg problémának az az oka, hogy két csigolya összeszűkül, mert mondjuk vízhiányos a porckorong, akkor összeér, becsipődnek az ízületek, blabla, nagyon sok probléma forrása, ez a zsugorodás. És ezért fontos, hogy mi minden féle módon megpróbáljuk a nyújtóztatást. Azért is, hogy a csigolyák távolodjanak, és azért építjük a derékövet is, hogy akkor is, mikor nem csinálok tornát és semmit, nekem akkor is távolodjon, saját fűzőm van a derekamon. Jó. Például, ez egy nehezebb gyakorlat, de nézzük, a plank, az alkaromon támaszkodom, tenyerem nem van a földön, nem kulcsolom össze, lent van, lábujjaimon támaszkodom, ha sok, akkor itt a térdedet leteheted, ugyanúgy erősít, és ugyanúgy hat, csak még lehet, hogy nem elég erős a test hozzá, hogy megbírja csinálni. Szóval, fönt vagyunk a plankben, és van itt is feladat ahhoz, hogy ne tegyünk terhet a porckorongokra, ahhoz megint azt kérem, hogy a derekadat egy picit a plafon felé emeld. Jó? A sarkat pedig ugyanúgy, ahogy az előbb is a lábat lefelé nyújtottuk, tehát a sarkat kifelé nyújtjuk lefelé, a fejtetőt pedig, itt a tarkó fölötti fejtetőt pedig előre, tehát a tarkó fölötti fejtető távolodik a vállaimtól. Derekat fölfelé, plafonnak, sarkamat pedig lefelé.